megáldatik és megszenteltetik ez a megújult kereszt, a Szentlélek kegyelmese szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Szócska Ábel görögkatolikus megyés püspök szentelte fel az egyikét azon úti kereszteknek, amelyeket most a közelmúltban újítottak fel Mária Pócson. A könnyező Szűz Mária kegy templomáról ismert településen egy személy hónapokon keresztül rongálta és gyújtogatta a feszületeket. A férfit végül a rendőrség elkapta. A helyreállítások civil kezdeményezésből, állami támogatás hozzájárulásával valósultak meg. Nyugat-Európában templomokat, üzletekké, bevásárlókhoz fontál, vagy akár mecsetté alakítanak. Itt Mária Pócs nemzeti kegyhelyen mi felújítottuk a kegytemplomot, felújítottuk a teret, felújítottuk itt minden épületet, és amikor ezekkel most végeztünk, akkor ezt követően Isten dicsőségére és az Anyaszentegyház javára 8 kereszt újult meg. Tudni kell, hogy Mária Pócson van a legtöbb kereszt, egész Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegyében az egy településre jutó legtöbb kereszt, és most 8-at sikerült megújítanunk, mert lehet, hogy másoknak botrány vagy oktalanság a kereszt, de nekünk Krisztus Isten ereje és bölcsessége. Az újra szentelésen részt vett Latorcai Csaba a miniszterelnökség területfejlesztésért felelős államtitkára. A kereszténydemokrata politikus az eseményen azt mondta, Mária Pócs a kereszténység összefogásának egyik bástyáját jelenti Európában. Mélyen benne van Mária Pócs a keresztény kultúrában, és ennek a közösségnek fontos a keresztény kultúra megőrzése. Ma, amikor nyugatról keresztény értékeinket támadják, mi több az eltörlés kultúrájával a keresztény gyökereinket el akarják törölni, azzal szemben csak közös összefogással léphetünk föl. A mai kereszt újra szentelés ezt az összefogást szimbolizálja. A keresztek szentelését Mária Pócs várossá válásának 30. évfordulójára időzítették. A település önkormányzata ünnepi műsorral és koncerttel is készült a jubileumra. Egy nagyszabású ünnepséggel készültünk, ahol ünnepi köszöntők, természetesen ünnepi önkormányzat elismerésének az átadása lesz, és este próbáltunk egy kis csemegével is szolgálni, az ismerős harcok koncert fog Mária Pócson fellépni. Mária Pócs 1993. december 1-én kapta vissza városi rangját. 2 évvel azután, hogy 1991-ben Szent II. János Pál pápa Szent Misét celebrálta a település kegytemplomában.